Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mit tervez veled kapcsolatban, és ez itt látható ezen a képen. Ez utal az erőre. Nem csak arra, hogy védi magát, kimutatja az erejét, a bátorságát másokkal szemben, hanem jelenti az ő belső erejét és a hitét, hiszen hisz benned, te adsz neki életerőt, de ő is segít neked. A második kérdés az lenne, mit érez veled kapcsolatban. Itt látható ez a justícia, Isten, aki utal igazságra vagy igazságtalanságokra, gyakran jelent egy bírósági ügyet is. Lehet, hogy benne van ebben a helyzetben, és védenie kell magát, kell számára ez az életerő. Az is lehet, hogy vállófélben van, és te adsz számára erőt, hiszen küzd érted. Amit ez a kép még jelenthet, hogy eddig voltak igazságtalanságok az életében, és most kell, hogy megvédje magát. Azt is jelentheti, hogy nálad voltak ezek az igazságtalanságok, ő érzi azt, hogy bajban voltál, vagy, és megvéd téged. Amit ez a kép még jelent, a belső egyensúly, erre utal ez a mérleg. Tehát megtalálja ezt a harmóniát, ezt a belső egyensúlyt, és a kard jelenti azt, hogy fontos döntéseket fog hozni. A harmadik kérdés az lenne, mit tesz irányodban, milyen lépéseket. Itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. A kelyhek jelentik az érzelmeket, tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Megvannak itt a tervek, van egy kilátás, egy új kezdet. A gyermekek utalhatnak természetesen a gyermekekre is, de szimbolizálnak egy új kezdetet. És mi az, ami összeköt benneteket? Itt van a sors útja, amikor a sors utak kereszteződnek. Hiszen ez jelentheti azt, hogy van egy kármikus kapcsolat köztetek. Ez a találkozás nem volt véletlen. Ez meg van írva a sorsok könyvében. Azt is jelentheti, hogy hamarosan újra kereszteződik az utatok, lesz egy találkozás. Ez a kártya jelenteti a hitet vagy vallási témákat is, azon kívül utal döntésekre, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez a döntésekre utal. Azon kívül itt látható, hogy lesz egy új kezdet, és megvan ehhez az ereje. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!